Hát jócskán benne vagyunk már az évben, de mivel ez 2024 első videója, ezért nézzük, hogy mi vár ránk stílszerűen 24 dolog 2024-jel kapcsolatban. Kezdjük a számmisztikával. 2024 nem prim szám. A prim tényezős bontása 2 a harmadik konszort 11-szer 23. És mivel maradék nélkül osztható 4-jel, így nyilván szökő év. Jó, tudom, ilyenkor jön az, hogy ja, de ez nem elég, mert ez is kell, hogy 100-zal ne legyen osztható, kivéve, hogyha 400-zal osztható. De egyrészt ez nagyon-nagyon nehéz észben tartani, másrészt valószínűleg teljesen fölösleges, mert hogy az első ilyen kivételes év innentől kezdve 2100-ban lesz, amikor a nagy részletek úgyis meghal, de 2400-ra egészen biztosan. Úgyhogy ez azt hiszem mondhatjuk, hogy egy fölösleges tudás és egy nagyon vidám adás kezdés egyben. 2024-et az ENSZ a teveféléknek szenteli, ami lehet, hogy elsőre megmosolyogtatónak hangzik, de ha belegondoltok abba, hogy 2023 a párbeszéd, mint a béke garanciájának volt az éve, hát lehet, hogy így már egy kicsit relativizálhatjuk a dolgokat. A világbéke 2023-ban annyira nem jött be, tevefélék viszont léteznek. Sőt, olyannyira léteznek, hogy nagyon sok országban fontos gazdasági szerepet töltenek be. A tevefélék, vagy más néven a kamelidák a párosújú patások közé tartoznak, tehát közeli rokonaik a szarvasmarháknak és a bálnáknak. A tevefélék közé nem csak az egy és két pupu, vagyis a dromedár és a baktriai teve tartozik, de itt van még a láma, az alpaka, meg még három állat, amiről valószínűleg soha nem hallottál, de ott, ahol élnek, ott nagyon fontosak. Sőt, a klímaváltozással a tevék más állatok szerepét is átvehetik. Például, ahogy csökken a jegesmedve populáció, lehet, hogy a Coca-Cola is jobban teszi, hogyha más reklámállat után néz. Ez jelk a kuka! Az idén tehát építsünk egy szentét a szívünkben a teveféléknek, sőt, akár egy egész kamelida kolostort. Mindjárt jön a kedvenc rovatotok, az év akármilyei, de nézzük, hogy az én életemben mi vár ránk, vagyis mi az az én életemben, amiről lehet, hogy tudni fogtok így a közeljövőben. Az idén is folytatjuk a Richter Mindrun ötletversenyt, sőt, olyannyira folytatjuk, hogy a jelentkezési felület már nyitva is áll, a linket a videó leírásában találjátok. És azért örülök annak, hogy van ez a verseny, mert tavaly történetesen az a csapat nyert, amit én mentoráltam, úgyhogy ez nekem egy különös elégtétel, az nem biztos, hogy a legjobb szó, de egy különös élmény volt. Pláne, hogy egy olyan csapattal dolgozhattam együtt, akik nem csak zsebre vágták a végén a 300 ezer forintot, hogy oké, letudtuk, megnyertük, hanem azóta is azon dolgoznak, hogy hogyan tudnák megvalósítani ezt az ötletet, amivel egyetemista társaiknak tudnak segíteni. Tavaly a Z-generáció mentális egészségének a megőrzése volt a középpontban, és erre állt elő a csapatom az Improve ötletével, vagy Improve... aminek az a lényege, hogy improvizációs drámajátékokon keresztül segítenek feldolgozni egyetemistáknak nagyon sok olyan helyzetet, ami érinti őket. A stressz, a szorongás, a kiégés, az időmenedzsment problémái mind-mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják egy egyetemista életét, és azt is, hogy hogyan tud teljesíteni, és persze kiteljesedni az egyetemen. Erre egészen biztos, hogy vissza fogunk még térni, mint ahogy az idei Richter Mindrun jelentkezésre is, de az majd egy későbbi videónak lesz a témája, úgyhogy stay tuned, maradjatok tonhalak, tonhalottak. No primeiro quarto deste ano vou voltar a Portugal para encontrar amigos e para praticar a língua e também para descobrir partes do país onde nunca estive. Ainda não queria revelar onde, mas esta região é muito bonita, com paisagens deslumbrantes e florestas exuberantes. Queria fazer vídeo desta aventura, mas não prometo. Vou tentar, tudo bem? Jöjjenek hát az év akármilyei, legalábbis ezek közül szemezgetek, mert általában minden évben meg kell választani valamit az év akármilyének. Az év rovara a sisakos sáska. Hát... ezt nem kóstoltam, de feltételezem, hogy ennek is szép vörös színe lesz, amikor az ember forró, lobogó vízbe rakja, akárcsak a vándorsáskának. Félek amúgy, hogy ezt nem fogom tudni megkóstolni, mert az eszmei értéke 50 ezer forint, úgyhogy drága csemege lenne. Vicceltem, nem tervezem megenni. Az év madara a kerecsen sólyom, és ehhez tartozik egy sztori. Szilveszterkor kimentünk kumisszel a birtokra, hogy egy kicsit távol legyünk a petárdázástól meg tűzijátékoktól, úgyhogy új év hajnalán sétáltunk egyet a környező erdőben, és találjátok ki, hogy mit láttam. Az első madár, amit megpillantottam, bizony egy sárga rigó volt.
Jó, ez nem nagyon kapcsolódik a kerecsensólyomhoz, bár lehet, hogy a kerecsensólyom sárgarigót is eszik, de a lényeg, hogy sárgarigót 1000 éve nem láttam, úgyhogy egy nagyon nagy élmény volt. Kora reggel átsuhant előttem, és vá, etessétek a madarakat télen. Ez nagyon fontos, mondjuk a kerecsensólyomot sárgarigóval. Az évhüllője, a legnagyobb kígyónk a kaszpi haragos sikló. Ahogy a neve is mutatja, ez nem egy nagyon chill állat, úgyhogy ha a sarokba szorítják, akkor bizony támadhat. Haraphat is, nem túl veszélyes a harapása, nem megy túl mélyre, de vérezhet az embernek a keze, ettől függetlenül nem egy kellemes élmény. Nem tudom, mondták. Azt hiszem, hogy már jó a fény. A haragos sikló emberre teljesen veszélytelen, az viszont igaz, hogy elég falánk állat, bármit képes bezabálni, amit képes bezabálni, akár a kerecsensólyomat is. Jó, mondjuk ez egy seregély a képen, de elképzeltem kerecsensólyommal, mielőtt megevette sárgarigót. Egyébként nagyon vicces lehet elképzelni, ahogy a Madártani Egyesületnél a két pártfogoltyúk éppen egymás zabálja. A haragos siklóra különösen igaz, hogy az élőhely védelmére kell nagy hangsúlyt fektetni. Ez az állat ugyanis képes feltérképezni a vadász területét szépen, fokozatosan, aztán azt észben tartja és az alapján tud tájékozódni. Új helyeket viszont nagyon nehezen képes megismerni. Szóval ez nem olyan, hogy ide akarok telepíteni egy akugyárat, akkor megfogom a békát, átrakom ide és akkor itt brekek tovább, hanem ha megfogom a haragos siklót, akkor nem találja meg a táplálékát az új helyen és előbb-utóbb megförmed. Úgyhogy ez egy komoly kihívás a természetvédőknek. Ha mégis csinálsz évelei podcastet 2024-ről, akkor az év halát el ne felejtsd. Imádom hallgatni azt az átélést, amivel rühelled a halakat. Az év hala a réti csík. És akkor nézzük, hogy mit érdemes tudni róla. Ez a kígyó formájú hal béllégzést is folytat. A felszínről nyert levegőt, miután annak oxigéntartalmát a végbél hajszálerei felszívták, a végbél nyílásán át engedi ki. Ez a jelenség különösen vihar előtti légnyomás csökkenéskor figyelhető meg, üvegedényben tartva időjósnak is használták. Magyarul azt nézték, hogy hogy fingik a hal, és ez alapján jósolták meg, hogy milyen idő lesz. Az év őslénye a gyapjas mamut, vagyis a nyelvtanúrai tolbamondások réme. A mamut középen egyemmel, tudományos nevén Mammutus, az elefántfélék családjába tartozott. Ezzel szemben a mammut középen kétemmel, tudományos nevén is mammut, a mammutidé, vagyis a mammutfélék családjába tartozott. Ez utóbbit egyébként mastodonnak is hívják, de ezt a nevet kamasz fiúknál egy tanár sem vállalja be órán. És itt még elsütöttem volna egy brutál fekete poént a mamut bevásárlóközpont és a kihalás kapcsolatáról, de azt hiszem, ezt most mellőzöm. Az év ásványa a korunda, a képlete az Al2O3, tehát lényegében alumínium rozsda, csak sokkal, de sokkal drágább. A korundot, hogyha ilyen pirosas, akkor rubinnak hívják, ha pedig bármilyen más színváltozatban fordul elő, akkor zafírnak. Kivéve, hogyha nagyon depresszív az a színváltozat, mert akkor berzsenyi ír róla úgy, hogy balzsamos illatok közt nem lenged ez a zafír. Jaz. A zefír. A korund amellett, hogy az egyik legkeményebb ásvány, egy ritka férfi név is. Én azt hiszem egyetlen viselőjéről hallottam, egy híres zeneszerzőnknek lehetett talán a testvére, minden esetre Budapesten egy közterületet neveztek el róla, ez a Kodály korund. Az év fája a bükk. Bükkből készült például a lehetetlen asztalom, amit jó pár évet csináltam, és még mindig nem készült róla videó, lehet, hogy 2024-ben erre is sor kerül. Az év gombája a szürke galóca, ami nyersen mérgező, jó alaposan megfőző, pedig lényegében ehetetlen, úgyhogy ezzel is csak többen vagyunk. Az év talaja, igazság szerint ez csak 2023-ra van, ez a hódmezővásárhelyi talajszelvény lett. Gondolom most egész évben dolgoznak a talajok mindenfelé az országban, hogy ők lehessenek majd 2024-é. Erre majd december 5-én a talajvilágnapján visszatérünk. Két fontos csillagászati esemény az idén, mind a kettőből kimaradunk. Az egyik április 8-án Észak-Amerikában lesz teljes napfogyatkozás, október 14-én pedig egy gyűrűs napfogyatkozás Patagóniában, illetve a Csendes óceánnak egy elég jelentős részén. Hát az a tippem, hogy az előző az jobban el fogja majd árasztani az Instagramot, de hát ez van. És a csillagok után jöjjenek a sztárok. Az bizonyára sok helyen láttátok már, hogy a Mickey Eger figura közkincsé válik, legalábbis az eredeti Steamboat Willie féle változat. Hogy megvilágítsam, hogy ez miről is szól pontosan, arra gondoltam, hogy elsütöm azt a poént, hogy milyen típusú tortákat lehet sütni, illetve nem sütni Mickey Eger tematikában, hogy aztán az egészet odafuttassam ki, hogy az ilyen torta az legalábbis erősen vitatott.
És arra gondoltam, hogy a példához generálok tortaképeket mesterséges intelligencia segítségével, úgyhogy elővettem a Midjourney-t és csináltam vele tök jó Mickey Eggert tematikus tortát. Viszont a Steamboat Willie változatba beletört a bicskája, úgyhogy a Dallihoz fordultam, ami ezzel állt nekem elő. Először hibaüzenetet küldött, hogy bocsika, copyrightos karakterrel nem foglalkozhatok, de aztán felvilágosítottam, hogy hogyan változott a helyzet 2024. január 1-től, és onnantól minden gond nélkül legenerálta. Hát ezek egyhamar nem fogják átvenni fölöttünk az uralmat, az egész biztos. Mondjuk nem tudom, hogy ez a telefon mit keres a képen, az meg pláne, hogy mi itt ez a herezacskó az Instagramon, de legalább a feladatot megoldotta. És jöjjön a fontos évfordulók rovat. Kezdem a legsokkolóbbal. 20 éve volt 2004. 200 éve írták le az első dinoszauruszt, a megaloszauruszt. Ez önmagában is wow, de a slusszpoén akkor jött, amikor utána néztem a felfedezőjének, William Bucklandnek. Ő egy igazi polihisztor volt, de két területen volt igazán jelentős, a teológiában és a geológiában. Ég és föld. És ha úgy gondolnád, hogy itt nem jönnek be a történetbe herezacskók, nagyobbat nem is tévedhetnél. Ugyanis korábban találtak már maradványokat ettől a fajtól, de akkor nem rakták össze egészen, hogy miről lehet szó, úgyhogy a combcsont vég maradványt simán csak úgy írták le, hogy scrotum humanum, vagyis emberi zacsi. Jó, ezt csak érdekességképpen mondtam, nem fognak innentől kezdve a herezacskók fraktálszerűen visszatérni. Apropó, fraktálok. 100 éve született a fraktálok atya, Benoit B. Mandelbrot. És ha megkérdeznétek, hogy minek a rövidítése a B a nevében, hát annak, hogy Benoit B. Mandelbrot. Vicces volt az öreg, aki egyébként évtizedeken át az IBM-nél dolgozott. És hogy ez miért fontos? Hát azért, mert az IBM is pont 100 éve vette fel az IBM nevet. A cég persze korábban is létezett Computing Tabulating Recording Company néven, de 1924-ben úgy gondolták, hogy valószínűleg jobban marketingelhető, hogyha az International Business Machine nevet választják, ebből lett az IBM, és azóta is ezen a néven ismeretesek. 50 éve 1974-ben publikálta először Henry Heimlich a Heimlich-féle műfogást. Azt hiszem ez az a kép, de lehet, hogy egy Daddy homopornó filmnek a bélyegképe. Nem tudom, minden esetre, amióta ez a műfogás létezik, kevesebb embernek akad a torkán egy herezacskó. És végül nézzük, mire lehet számítani 2024-ben itt a csatornán. Hát lehet, hogy a heti hatásokat végleg nyugdíjazom, mert az egyetemi munka azért leköt annyira, hogy ne legyen időm rendszeresen ilyen típusú adásokat csinálni, mint ahogy ezt már láttátok tavaly is. Lehet, hogy a shortsokra fogok hangsúlyt fektetni, hogyha valami apróbb érdekességet veszek elő. Amúgy meg, hogyha eltötymörögnék egy-egy nagyobb témán, akkor valószínűleg abból csinálok majd hosszabb idő alatt egy nagy videót, de ennek a rendszerességét nem tudom megígérni. Hát meglátjuk, hogy milyen. Addig is élvezzétek az évet, ameddig csak lehet, hiszen várnak ránk földrengések, vulkánkitörések, járványok, önkormányzati választások, háborúk, és még ki tudja, hogy mi minden jön. Legyen szép hetetek, szép évetek, sziasztok!